Kárpátaljai magyar és ukrán diákok pihennek a Rákóczi Szövetség sátoraljóhelyi bázisán. A diákok és kísérő tanáraik többsége az Ungvidékről érkezett. Szerintem nagyon jó, tudunk barátkozni egymással, meg a legtöbb embert ismerem itt. Kikapcsolódunk, itt nem megy el az áram. Jók a programok, kedvesek a vezetők, jó az étel, minden szerintem nagyon jó. A Rákóczi Szövetség célja, hogy a kárpátaljai tanulók és tanáraik kiszakadhassanak a háború sújtotta Ukrajna nehézségekkel teli hétköznapjaiból. Nem csak az elmúlt év, de az elmúlt 3 év sem volt könnyű, tudjuk, a Covid-járvány idején is távoktatásban tanultunk nagyon sokat. Most pedig úgy hittük, hogy jön egy kis megkönnyebbülés, egy kis fellélegzés, de sajnos, amióta egy éve tart ez a borzasztó háború, azóta az iskolánk élete is nagyon-nagyon megváltozott. Ugyan már online oktatást elfelejtjük lassan, de ez a tanév is, ami most kezdődött a 2022. szeptemberében, hát nagyon nehezen indult, és amilyen nehezen indult, úgyis folytatódik. Ugye beárnyékolja a sok légiriadó, amikor pincébe vonulunk le, megszakad a tanítás, nem tudjuk ugyanott folytatni, és az áramkimaradások azok meg rettenetesen megnehezítik úgy szintén. A gyerekek nagyon vágynak a közösségi életre. Tudjuk, hogy ezt most lehetetlen az iskolában megszervezni, és hát ezért nagyon örültünk annak, hogy megkaptuk a Rákóczi Szövetség meghívását. 50 olyan ukrán gyerek is sátoraljóhelyen pihent, akiknek a szülei katonai szolgálatot teljesítenek a háborús övezetben, vagy a harcok sújtotta délkeleti régiókból menekültek el. Vannak közöttünk, akik Mikolájivból, Harkovból, Ungvárról érkeztek. Nagyon tetszik itt nekünk minden. Ma nagyon érdekes kézműves foglalkozásokon is részt vehettünk. Nagyon finomak az ételek. Otthon, Técsőn gyakori, hogy naponta 7 órán keresztül áramszünet van. Ilyenkor internet sincs. Gyakoriak a légiriadók. Ijesztő, de kitartunk. Biztos vagyok benne, hogy Ukrajna hamarosan győzni fog. Nagyon szép itt minden, a környezet is csodálatos. Egész nap érdekes programokat szerveznek nekünk. Köszönöm, hogy itt lehetek. Otthon, amikor az iskolában vagyunk és megszólalnak a szirénák, akkor azonnal le kell szaladnunk az óvóhelyre, a pincébe. És ha épp villany sincs, akkor egyszerűen csak ülünk és olvasunk. A kárpátaljai pedagógusok egyetértenek abban, hogy kötelességük tartani a lelket a tanulókban minden nehézség ellenére. A gyerekek nagyon megörültek neki, hogy van egy ilyen lehetőség, hogy tél víz idején eljöhetünk táborba. Szinte azonnal beteltek a helyek, aztán már mikor szerettek volna még többen jelentkezni, most mondtuk, hogy majd legközelebb. Tehát nagyon örültek neki, hogy volt egy ilyen lehetőség, hogy eljöhettünk. Nyilván a háborúra való tekintettel mindenki otthon nagyon feszült. A gyerekek ezt átveszik, érzik, semmi lehetőségük nincsen a kikapcsolódásra, és ez egy nagyon jó alkalom volt arra, hogy ellazuljanak a gyerekek, feloldódjanak és jól érezzék magukat. Sokan szóvá tették azt is, hogy milyen jó, hogy itt van áram. Január 16-a és február 17-e között heti váltásban összesen 1280 kárpátaljai diák és pedagógus számára biztosított a pihenés sátoraljóhelyen. A táboroztatás a Rákóczi Szövetség, a Mólúj Európa Alapítvány és a miniszterelnökség támogatásának köszönhetően valósul meg.